Nagy érdeklődés mellett zajlott le Szolnokon a Light Friday. A Jászhegykun Szolnok megyei rendőr főkapitányság baleset megelőzési bizottságának tagjai idén is megtettek mindent annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a téli közlekedés veszélyeiről. A Látni és Látszani elnevezésű közlekedés biztonsági kampány egyik kiemelt eseményeként került megrendezésre a Light Friday elnevezésű program, melyhez a Jászhegykun Szolnok megyei baleset megelőzési bizottsága is csatlakozott. A szolnoki Pelikán bevásárlóközpontban hasznos információkkal várták az érdeklődőket a baleset megelőzési szakemberek, és természetesen senki sem távozott üres kézzel. A résztvevőknek különböző láthatósági eszközöket adtak át a rendőrök, és azok, akik a zsákba macskába rejlő kressz kérdésekre megfelelően válaszoltak, plusz ajándékot kaptak. Külön érdeklődés övezte a programhoz csatlakozó szolnoki Széchenyi Optika ingyenes látásélesség ellenőrzését, valamint a rendezvényt jelenlétével megtisztelő Szilágyi Réka gerelyhajító olimpikont. A fiatal tehetség is elkötelezte magát a közlekedés biztonság és a láthatóság fontossága mellett. A sportoló a helyszínen többek nagy örömére dedikálta a láthatósági mellényeket, és pár mondatváltást követően közös fotókészítésére is lehetőség volt.